Ha egy úgynevezett Balatonbort levettünk az üzletekben a polcról, garantáltan kiváló minőségű, helyben termelt szőlőből készült olasz rizlinget ihattunk, valamelyik helyi borászat pincészetéből. Közös összefogással alakították ki a helyi borászok a Balatonbor régiós terméket, amelyről kóstolás útján döntötték el, hogy a jelentkezők bora megfelele a minőségi elvárásoknak. A következő szint a hegybor, amelyről a Jászdi Borterasz és a Szent Donát birtok szervezésében hagyományos kóstolót tartott 30 kiállító. A rendezvény előtti sajtótájékoztatón részt vett Gál Péter az Agrárminisztérium képviseletében, Jászdi István, Laposa Bence, Dobosi Győző és Kovács Tamás a helyi pincészetektől. Bejutottunk odáig, hogy három szinten, azt a klasszikus három szintet kell bevezetni, ami egyébként Nyugat-Európában, ahol sokkal nyugodtabb fejlődése volt a borvidékeknek, alapvetés, illetve a Balatonon is létezett már. Tehát, hogy van egy régió, van a Balaton, annak ahhoz tartoznak bizonyos stílusú borok, meg maga az egész régió, onnan származik a szőlő, de tudjuk, hogy a Balaton körül vannak termőhelyek, hegyek, tanúhegyek, völgyek, medencék, amikben van valami plusz, érdemes őket kiemelni a Balaton fölött, és vannak olyan szőlőfajtáik, amik autentikusan tudják bemutatni azt az adott egységet. Ezek lennének a hegyek, tehát ez a következő szint, a hegyborszint. És természetesen a szakma csúcsa, a kis parcellányi, dűlőnyi, amiben az ember tényleg kézimunkával legtöbbet tudja belerakni, és a legtöbbet tudja belőle kihozni, az a dűlősbor, az lenne a piramis csúcsa, de egyelőre a Balaton és a hegybor. Ez a két lépcső az, ami most téma ezeken a rendezvényeken. A dűlőbor az egy sokkal hosszabb folyamat, és sokkal inkább a helyi közösségekre kell, helyi közösségek számára kell kiadni a feladatot, nem pedig összrégiós szinten. Ez zajlik ma is, ez a munka. Jászdi István szerint a hegyborral egy régi dologhoz térünk vissza. Korábban a Balatonnál lehetett csopakit, arácsit, füredit, badacsonyit inni. Ez lesz a hegybor. A hegybor megnevezése tulajdonképpen valami régi dologhoz térünk vissza. A magyar közgondolkodásban mindig is egyértelmű volt, hogy mit jelent egy szentgyörgyhegyi, mit jelent egy somlói, mit jelent egy badacsonyi vagy egy csopaki. Ez a hegyközségi rendszer, azok a borvidékek, amelyek kialakultak mostanra, semmit nem mondanak a fogyasztónak. Azt, hogy Balaton füred csopaki, az nem jelent egy bor stílus, nem jelent egy termőhelyet, az 5-6, sok inkább 8 különböző termőhelyet, különböző hegyet jelent, amelyek között a termékekben a végeredmény tekintve nincs sok közös. Az új rendben visszatérünk egy olyan könnyen érthető, logikus felépítéshez, ami magyarázatot és értelmet ad a borvidékeinknek és a borkészítésünknek, a nyugat-európai fogyasztók számára is, és több információt ad a magyaroknak is. Tehát a Balaton bora fölött, amit nagy mennyiségben, jó minőségben, de viszonylag kevés karakterrel fogunk termelni, lesz olyan bor, ami csak csopakon termelhető, csak a Szentgyörgyhegyen termelhető, és amikor a fogyasztó levesz egy Szentgyörgyhegyit a polcról, tudni fogja, hogy milyen típusú borra számíthat. A Balatoni Kör és a Riesling generáció szervezésében folyó munka következő állomása a jelentkező balatoni borok és hegyborok kóstolása. Most dátumok szerint talán a legfontosabb a Balatonbor és a hegybor bírálat. Balaton bírálatból egy lesz, az február 21-én lesz Szent Antalfán, ez egy csütörtöki nap, előtte héten, hétfő kedden lehet majd nevezni, és ebbe a körbe lesz egy hegybor bírálat is, mivel hogy az az igény van, akinek ez a hegyborra csak májusra készül-e, van, aki már májusban forgalomba szeretné hozni, ezért itt kettő bírálat lesz, és lesz májusban is, még tisztázás alatt van a dátum, de lesz május közepén egy másik dátum, amikor a hegyborokat fogjuk bírálni, ezekre kell a legjobban figyelni, és amivel viszont idén az eddigi évekhez képest, ugye még nem a Balatonbor régió látja ezt a feladatot, hanem a két egyesület próbálja az egész büdzsét is szervezni, azt vezettük be idéntől, hogy lejjebb vittük a marketing hozzájárulást, amit palackonként kell megfizetni. Ez a Balatonboroknál és a hegyboroknál is 30 forint lett, és aki 2500 palack fölött készít ezekből a borokból, ő nekik már csak 15 forintos hozzájárulást kell fizetni, és ezekből próbáljuk finanszírozni a marketingjét jelenleg az egyesületi kereteken belül. A tervek szerint május 31-ére megalakul a Balatoni Borrégió is, a 6 helyi borvidék szőlészeti és borászati küldöttének a részvételével.
A borrégió, amire a törvény egyébként 2013 óta lehetőséget ad, és például Pannonhalmán már működik is, célja a balatoni borok minél sikeresebb képviselete.